Az oroszok már a Spájzban vannak. Hatházira rájár a rút. Virtuális valóság a lombkorona sétányon. Milyen szép kis cég ez, jól van ez így Kft. Nehogy megvegye a köztér. Jó reggelt, uraimsz! És hölgyeimsz! Marci, köszönném már Rékának, hogy megint csak velünk beszélgetsz előbb. Kezdeném egy bejelentésre, nem gyorsan. Bejelentés, jó. Bejelentés. Mert, mindig jó, izgi, mit jelent ez? Azon gondolkoztunk itt a szerkesztőséggel, hogy áprilisra nyomunk veletek egy ilyen nagy egészséghónapot. Lesz benne egy kis kihívás rész is, de inkább egy ilyen életmódváltós, hogy hogyan tudtuk egy kicsit egészségesebben élni, és ebbe bevontunk szakértőket is. Viszont láthatjátok, hogy április már elindult. Úgyhogy ezt április 8-ától fogjuk kezdeni, és csatlakozhattok ti is, hogyha akartok. Lesznek ilyen kis közösségi részei, amiben együtt szenvedhetjük végig ezt a hónapot. Egyelőre, ami fontos, hogy lélekben készüljetek föl, hogyha ezt akarjátok velünk csinálni. 4 hét amúgy ez nem egy ilyen kurva nagy dolog, és nem fogja megváltani az életeteket, elindulhattok egy irányba. 4 hét alatt már szokás tud kialakulni. Ja, és hát ez lenne a lényeg, meg hogy felnyissuk a szemeteket, hogy meg hát mondjuk én is a sajátomat. Vagy lehet úgy is érni, hogy az ember nem csak fehérjét és zsírt és szénhidrátot vízbe szervezeti. Mátlag magyar, az nem hiszem, hogy fehérjét, inkább zsírt és szénhidrátot. Hát és a húsban úgyis mindig. Rengeteg cukor. Ja, igen. És helyet és cigit non-stop. Azt nem tudom, hogy ezt hogy tudják megállni, hogy ne igyek az energiaitalat és szívják a cigit egész nap, mert hát annélkül nem élet az élet. És most meg is jött a kedvük hozzá, hogy most mondta ezt a cigit, most szívnék egy. Valaki... Tisztentek még egy helyt, már rohadjon meg az Ádám, csak azért is tisztentek még egy helyt, és akkor nekem lesz rossz, ugye? Igen, mert szeretné jobb, hogyha nézőink tovább életben maradnak, és tudnak minket nézni. Úgyhogy aggódom érthetek. Amúgy írt nekem egy gyerek, Ádám, hogy meg akarta köszönni, hogy basztatjuk a cigiseket, mert leszokott. Igen? Igen, annyira rosszul éreztem már magát, hogy leszokott. Nem ezt olvastam, és így szívtam a cigit. Nem azért mondtam, hogy leszokjon, hát leszarom. Tőlem aztán ölje magát. Nem, örüljenek Ádám, bazd meg. Látod, egy életet megváltoztat. De úgy szokott, nem azt mondta, hogy amikor, amúgy bármikor le tudna szokni, csak... De látod, de így szokott. Az jó, én nem gondoltam, hogy bárki leszokik erről. Nem azért csesztettem az embereket, csak mert szórakoztat. Főleg amikor utána kommentekben háborognak, hogy mostanában elég sok néző jött mindenhonnan, és nem értik ezeket a dolgokat, hogy ez hogy lehet. Általában a kommentek például olyanok, hogy miért ugrál a kép, ez minden videónk alatt ott van most már. Ezt úgy hívják, hogy vágás. Ez egy, ja, lehet, hogy nekünk a jump cut az egy internetes műfaj, elmondom az új embereknek. Aki élőben akarja vágatlanul nézni a videókat, az tudja Twitch-en, vagy most kísérletezünk azzal is, hogy a Facebookon is megy élőbe, szóval mindenkinek megvannak a lehetőségei. De igen, hát anno ez az internet bevezette, ugye itthon talán például a Szirmai Gergő kezdte el ezt a vágási technikát. Én is mindig szerettem, erre szerintem tök jó. Ja, szóval nem ugrál a kép, ez egy vágás, hogyha nem tűnne föl. Szóval visszatérve a fontos témához. Erre a 4 hétre viszont így, hogy lassan, tehát most már mikor kijön ez a videó, már igazából csütörtök van, de annyi időtök még pont van, hogy elkezdjetek lélekben fölkészülni rá. Lesz egy extrém változata ennek a hónapnak, amiben mondjuk nincsen cigi meg alkohol. Hát lehet választani csomagot? De... Igen. És mennyiért tárolod majd? Tudom, hogy lesz Beethoven-fi koncert közben, meg nem tudom, Kozmosz, valahogy kibírjátok, hogy ne rúgjatok be, vagy hogyha nem, hát akkor ott a másik csomag, nem muszáj pia nélkül egészségesen élni, meg hosszú távon amúgy ennek tényleg csak, tehát az lenne a lényeg, hogy megértsétek, hogy hogyan lehet többségében egészségesen élni. A szakértő, akivel meg ebbe egyeztettünk, hogy Győző Molnár Anna, természetesen ehhez is egy erdőmérnököt kellett hívni. Szakértő, azt hittem, mert múltkor beszéltem vele, hogy keleti aluljáróban, hogy lehet. Tehát régen olcsó cigit tölteni. Van egy ilyen alapvetés, amiből elindulunk, az pedig az, hogy megfelelő mennyiségűt aludjatok. Na jó, van, akkor én kiestem. De ez a megfelelő mennyiség, ez az, hogy 7 órát aludjatok, és este, amikor lefekszetek, akkor csak egy kicsit készüljetek rá arra, hogy lefekszetek aludni, mondjuk azzal, hogy olvastok. Nem szabad nyomkodni a telefonodat, és nem szabad... Nem mondjál mindent, hát ezt már elmondod hétfőn. De nem, ez már a 0. hét, hétfőn, amúgy nyilván elmondom ezt is. Ez a készülés hete? De ez már, aki ezt komolyan akarja csinálni,
csinálni, az már most felkészül rá, amúgy már én sem fogom nyomkodni a mobilomat elalváshoz, és nagyon borzalmas lesz. Azt akartam mondani, hogy minél nehezebbnek találjátok ezeket a dolgokat, amiket majd a Csoki mondani fog, annál nagyobb büdös trógerek vagytok, és annál fontosabb, hogy ezeket megfogadjátok. De próbáljátok ki, bazog, most ezzel együtt akkor 4,5 hét, hát ezt talán ennyit ki lehet bírni, hogy adtok neki egy lehetőséget. Na, szóval a 0. hét, az alvás, ezt próbáljuk rendbe szedni, a stresszkezelés, és a reggeli és az esti rutinnak a kialakítása. Az, hogy nem az esti rutinot, hogy addig nyomkodod a mobilodat, amíg rásik a fejedre. Azt kérdezzük, hogy aki nem tud olvasni, az mit csináljon. Azt, amit szokott, menjen a szavazon a Fideszre. Azt mondja nekünk az Anna, hogy feküdjetek le fél órával korábban a megszokotthoz képest, borzalmas, és az alvás előtt legalább fél órával már kerüljétek a kék hullámhosszúságú fényeket. A telefonok, laptopok. És hogyha nagyon erősnek érzitek magatokat, akkor nem tudom, reggel esetleg egy kis mozgást, nagyon kis tornát, nem tudom, pár fekvőt, egy kis izét, nyújtást, meg valamilyen meditációt is benyomhattok, azt akár este is, hogy átgondoljátok, hogy holnap mit fogtok csinálni. Amúgy sokat segít. Csak akár mindent elszpoiler, ezzel nem lesz mit hétfőn. De azt elmondjuk újra. Csak akkor már kezdődik a hét is, és akkor bevezetünk új dolgokat. Ne aggódjatok, maszturbálni lehet. Azt olvastuk, hogy mennyi ezt a úgy egészséges. Avonta 21-szer. Majd update-elünk még erről, lesznek csoportok, ahol lehet majd sírni egymás vállán. Ezzel kapcsolatban. Szektánk lesz. Szektánk lesz, ez a challenge talán. Egységes pontnál. Igen, kopasz csimpánzra majd lehet rendelni mindenféle fogyasztó kristályokat. Igen, naplót, amiben írhat egy üres fizet, 16 000 forint. Igen, de Csoki lesz a baritóján. Úgyhogy készüljetek lélekbe. Ja, és amúgy tényleg ez a tavasz elvileg a legjobb alkalom erre. A szervezet is egy kicsit így felébred, süt a nap, készen áll egy kicsit a változásra meg a fejlődésre, úgyhogy itt a lehetőségetek, hogy idén végre tegyetek valamit magatokért. Szóval, magyar politikusokat is pénzeltek Moszkvából, hogy orosz barát propagandát terjesztenek az Unióban. De hát az Unióban tudják terjeszteni, hát magyarok örüljenek, hogyha magyarokhoz tudnak szólni, na? De azt hiszed, hogy csak nálunk van orosz propaganda? Csak annyi a különbség, ja, hogy magyarokat más... is pénzeltek, de az Unióban másokat is pénzeltek. Mondjuk nálunk ezt az államnak hívják, mert az Origo meg ezek maguktól nyomatják ezeket a hülyeségeket. Meg a Híradóban az M1-en is néha. Igen. Hát ja, a cseh titkos szolgálat derítette ezt ki, volt ez a Voice of Europe nevű weboldal. Nem tudom, hogy ez pontosan hogyan nyert bizonyítást, hogy FSB pénzek borultak ebbe az oldalba, de az viszont biztos, hogy ez az oldal, ez megszólaltatta a Torockait, meg a Szántó Miklóst Magyarországon. Most ez nyilván nem azt jelenti egyből, hogy akkor ők a Stirlitz, de legalábbis felvett kérdéseket, és hát ezeket a kérdéseket felvetette Hatházi Ákos, amire pedig a Torockai rágalmazásért pert indít Hatházi ellen. Én azt tudom javasolni a Hatházinak, hogy vigyázzon kifelé a WC-kből. Egy Facebook posztjában kiírt a Hatházi, hogy igen, itt a webarchívval felderítette, hogy Torockai is megtalálható volt ezen az oldalon. Ebből levont következtetéseket. Magyarországon kevés figyelmet kapott, de nagyon komoly dolgok történtek a napokban. A cseh elhárítás leleplezett egy olyan prágai központú propaganda hálózatot, amelyet Oroszországból finanszíroztak. Célja pedig az európai politikai egység bomlasztása, hogy megszűnjön Ukrajna támogatása. A hálózat a Voice of Europe nevű híroldal körül szerveződő, de tagjai közt olyan politikusok is voltak, akik Moszkvából kaptak támogatást, például az EP választási kampányhoz. Amúgy ez azért kemény, nem? Egybehangzó értesülések szerint a hálózatnak volt a magyar tagja is, akit egyelőre nem neveztek meg, nem tart azonban sokáig megnézni a Weber Archive segítségével, hogy kivel készített interjút. A ma már nem elérhető híroldal Torockai Lászlóval, a zsebnáci párt elnökével, illetve Szántó Miklóssal, az állami pénzzel kitömött alapjogokért központ igazgatójával. Ha ez nem lenne elég, a Danny Ken című cselap szerint a prágai szolgál... Húha, fontos dolgok történne. Már megijedtem, hogy csak nem halkítottad le. Nem lenne elég, a Deniken című cselap szerint a prágai szolgálatok egy cseh származású német AFD politikus Petr Bistron nevét küldték Berlinbe, a gyanú szerint ő is az orosz hálózat tagja. És ki volt az egyik vendége a Mi Hazánk január végi rendezvényének? Hát ez az öreg Bistron. Ez volt az az esemény, ahol Torockai arról szólnak volt, hogy pártja igényt tart Kárpátaljára. Az Orbán kormány régóta szégyent hoz a
fejünkre a világ előtt, de az orosz barátsággal, de jelenleg szerint Moszkvának ez is kevés, szükségük van a zsebnácikra, hogy terjesszék a propagandát és gyengítsék az európai egységet. Senki ne dőljön be nekik, mondjuk ki újra Oroszország az agresszor. Jó, szóval ebből még nem az következik feltétlenül, hogy a Torockai ugye az ő lenne az a magyar tag, aki hálózatnak is a tagja, de az viszont érdekes, hogy legalábbis akkor ez bizonyosságot nyert, hogy vannak olyan politikusok, akiket az oroszok pénzelnek, hogy bejussanak az Európai Parlamentbe, és ott majd hát lehet, hogy igen, akkor képviselni fogják az oroszok érdekeit. Nálunk meg amúgy tényleg kicsit más a helyzet, ez egészen biztos tekintettel arra, hogy gyakorlatilag az orosz hírek Facebook csoportot közvetíti az Origó, meg gyakran a Híradó is, de igen, ez nagy kérdés lehet, hogy vajon itt most szóba fog-e jönni a szuverenitás védelem, mert ahogy az amerikai érdekektől meg kell védeni az országot, úgy az orosz érdekektől is meg kell védeni az országot. Közben amúgy volt egy másik hír is, hogy hogyan avatkoznak be különböző országok, különböző más országok belügyeibe, mert ugye Magyarország is egy gyakori vendég más országokban. Például ugye a New York Times videókat mutatott be arról, hogy Bolsonaro a brazíliai magyar nagykövetségen töltött 2 napot. Ez is már egy múlt heti hír, de hát nem jutottunk el idáig, annyi minden történt. Az öreg Bolsonaro, ugye miután elveszítette a választást, akkor nem nagyon örült, voltak kellene talán még vádak is, és hát egy ideig a magyar nagykövetségen talált menedéket. Azt mondja, a nagykövetségen való tartózkodás arra utal, hogy a volt elnök a szélsőjobboldali szövetségesével Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel való barátságát próbálta kihasználni arra, hogy megpróbálja kijátszani a brazil igazságszolgáltatást, mivel otthon büntető eljárások folynak ellene, írja a New York Times. Közben ugye büntető eljárás folyik a Trump ellen, ott is megjelenik Orbán Viktor. Közben ugye nem tudom, a macedón miniszter, volt miniszterelnököt elítélik Macedóniában, Magyarországon menedéket kap Gruevski, Szlovéniában, Szerbiában, Szlovákiában beavatkozik a magyar kormányzat a választásokba, ugye Szlovákiában mondjuk kiengedik az embercsempészeket, átengednek migránsokat, és valahogy pont a szlovák határhoz kerülnek, pedig hát ugye a magyar határ nem jutnak keresztül sehol, úgyhogy ki tudja, hogy hogy kerültek oda a szlovák-magyar határhoz. Ugye Franciaországban a Le Pennek a kampányát finanszírozta egy időben Magyarország, úgyhogy nem azt mondom, hogy nem értem, mert értem a különbséget, hogyha valaki más akar a mi belügyeinkbe beleszólni, az miért probléma, és miért kevésbé probléma nekünk az, hogyha mi akarunk mások belügyeibe beleszólni, de hogyha már így beleszólunk, akkor esetleg beleszólhatnánk mondjuk, nem tudom, tényleg a környező országok belügyeibe úgy, hogy azt támogassuk, aki mondjuk a magyar kisebbséggel jobb viszonyt szeretne ápolni. Szerintem az egy jobb irány lenne. Na mindegy, ez csak egy kapcsolódó hír volt, de tudok, hogy mivel beszélhettünk róla. Azt akartam mondani, de ha már Hadházy. Úgy látszik, hogy a független objektív index is úgy gondolta, hogy itt az ideje egy kicsit belerúgni a Hadházyba egy vezércikben, ami arról szól, hogy valamit benézett, és ezért... De nézd, itt még ilyen szép grafikát is csináltak hozzá. Na, az jó. Szóval az történt, hogy 500 000 forintot loptak el egy balatoni szállodánál, aztán érkezett az igazi csavar. Az, hogy a Hadházy oda ment, és hát igen, ott így bemászott, fényképeket, meg videókat csinált, megpróbálta kideríteni, hogy mi történhetett a 500 000 forintos támogatással, és hát úgy ítélte meg, hogy hát ezt valaki úgy tűnik, hogy eltette, és hát a helyén... Ez a baj, hogyha valaki ilyen hogy korrupcióval foglalkozik, mindenhol csak ezt látja bele, mindenhol csak a lopást látja. Igen. Épül egy gyönyörű 100 eurós pénzen, ami nem működik, és rögtön a lopást látja benne. Igen, egy ilyen egy szellem szállodának hívta, vagy micsoda, és hát ezen meg lehet, hogy szellemeknek van. Lehet, hogy a nemzeti szellemnek van. Hát itt arról számol be az Index, hogy hiába mondta azt a Hadházy, hogy ott a milyen helyi vállalkozó, meg milyen helyi fideszes az, akik kiírták a Facebookjukra, hogy még 500 000 forint fog ide folyni. Hát ez nem történt meg. Sőt, a vállalkozó, aki megvette ezt a szállodát, még az előző tulajdonosnak a tartozásait rendezte, és az is egy, hát az volt ez a több mint 500 000 000-os tétel, amit valami szoci lopott el.
Még régen. Egy kommunista volt. Kommunista vagy hát, szoci? MSZP-s. Tehát kommunista. Mert a kommunista ez még lehet más is. Ez lehet fideszes is, de ebben az esetben az volt a kedvencem, hogy itt a cikkben leírják, hogy ez az ember, a korábbi arc, aki vitte ezt a szállodát, vagy aki megkapta a támogatást. Schumann Tamás 83 és 80 között tagja volt, a Kádár János vezette Magyar Szocialista Munkáspártnak, majd az MSZP egyik alapítója volt, és ez szerintem tényleg fontos amúgy kiemelni, csak ez, tehát az Orbán az mikor volt? Mondjuk lehet nem volt MSZMP tag, csak KISZ tag volt. De a Fideszben biztos, hogy elég sok MSZMP tag van. Na mindegy, tehát a Hatházi odament egy hotelhez, azt mondta, hogy itt eltűnt 500 millió forint, majd amennyit föl tudott tárni ebből, azt feltárta, hogy úgy tűnik, hogy bele akarnak ölni még 500 millió forintot, de hát ennek meg nincsen semmilyen nyoma. Az viszont biztos, hogy elkezdődött itt ugye az építkezés, és hát megállt, és nincsen igen, ezzel már semmi, és állami pénz. Olyan fura, hogy már tényleg itt már nagy része meg van építve, úgyhogy akár ezt be is fejezhetnék, nem? És ez is fog történni, ugyanis erre mutatott rá az új tulajdonos, hogy hát ők megvették, és kifizették itt a büntetéseket, meg a nem tudom, tartozásokat, és akkor nem érti, hogy miért kell szellemszállodának nevezni, amikor már 2027-ben nyitva lesz. És mekkora geci a Hatházi. 2027, pedig már egész előre haladott állapotban van. A Mészáros az idő alatt felépített 500 szállodát. Jó, de hát a Mészáros az lehet, úgy, hogy a föld alól, de igen. Meg amúgy itt azt akarom kiemelni, én lehozza az Index, hogy belefutott a Hatházi a pofonba, meg hogy valójában mi az igazság. De a Hatházi egy évben földerít 150 ilyen ügyet, nyilvánosan hozzáférhető információk szerint, meg föltúr ilyen mindenféle régi papírokat, hát ha valamire fény derül, bead kérdéseket, kap mindenféle válaszokat, van, amikor érdemít, van, amikor nem érdemít, és abból a következtetéseit levonja és leírja. Az tény, hogy a saját stílusában. Mint hogy ezt most is láthattuk. Vagy videókat. Az orosz kémekkel kapcsolatban is azért keményen fogalmaz, de hát nagyon gyakran, nagyon fontos dolgokat sikerült földerítenie, és akkor most itt, tehát kiderül, hogy volt lopás, csak nem ezek az emberek voltak, nem tudom, lehet akkor le kell mondani most már Hatházi, lehet, hogy most már vissza kéne vonulni. Most már van erre a saját embere a Fidesznek, hogy kiderítse a saját lopásait, nem? Ki? Hát melyik hivatal? Volt Péter. Valami, például biztos nem könnyű, mert azt gondolnám, hogy nem egy embernek, vagy tehát biztos nem egyedül dolgozik, de nem egy embernek kéne ezeket vinni, de hát itthon úgy látszik, hogy sajnos sokan ezzel nem törődnek. Igen, az integritás hatóság is felderíthetné ezeket az ügyeket. Viszont a kedvenc hírem még most következik. Új versenytörvény készül, a GVH-z után belenyúlhatna a nagyvállalatok tulajdonviszonyaiba is. Micsoda meglepetés pont a spáros balhé után. És ez mit jelent pontosan, Csokkor, hogy itt mit történhetne? Új kategória lesz. Ezek az AJV-k, ezt aki nem tudja rögtön fejből. De hogyha valakit annak titulálnak, az meneküljön. Azt mondja, ez az alapvető jelentőségű vállalkozás, és hogyha AJV minősít egy vállalkozást a GVH, akkor amennyiben az alapvető jelentőségű vállalkozás nem tudja ellátni működését, vagy olyan helyzetbe kerül, amelyben fennáll annak közvetlen veszélye, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek egy vállalkozás, akkor az ellátás biztonsághoz szükséges működés fenntartása vagy helyreállítása érdekében a GVH akár kényszerintézkedést is előírhat. Kényszerértékesítés. Kényszerértékesítést is előírhat. Fontos. A GVH kötelezheti az alapvető jelentőségű vállalkozás tulajdonosait a cégük részben vagy egészben történő értékesítésére, vagy a cég átadására. Előírhatja a vezetőcserét, vagy kötelezheti a társasági részesedések más tulajdonos részére történő átruházását. Figyeljenek, biztos van, amikor van gyakorlati haszna. Már. Teljesen biztos. Sőt, azt írja a cikk, hogy van is erre precedens, ez nem egy hungarikum, más országokban is működik, csak az a probléma, és ezzel lehet, hogy egyedül vagyok, de nem teljesen bízom meg. Félsz, hogy visszaélnek ezzel? Igen. Hát igen, ez nekem is probléma, mert mondjuk ha... Történtek már visszaélések. Ha magánkézben lenne a vízellátás, akkor azt mondanám, hogy jó, ez egy jogos, hogyha emiatt baszakodnak, és emiatt nem jut vízhez több település, akkor jó,
akkor legyen valamilyen. De amúgy az nincs magánkénzbe. De hogy attól félő az ember, ugye itt ebben az országban így felmerül az emberekben a gondolat, hogy így vajon visszaélnek ez a dologgal, hogy hát valami céget meg akarnak. Ugye főleg azért, mert most ugye pont volt egy ilyen spáros dolog, és hogy pont utána jön ez a törvény, hát így felmerül az emberbe, hogy talán nem biztos, hogy ez lesz a fő fókuszuk, hogy vagy néha egy kicsit úgy alakítják, hogy hát igen, ez is alapvető jelentőségű dolog, még annyira nem biztos, hogy az lenne egy normális, az egy spár azért. Írja a cikk is, hogy a szakemberek szerint alkalmazható bankokra, a távközlési piac vezető cégeire, kiskereskedelmi láncokra, tehát itt benne van a spár, néhány nagy kitermelő, gyártó, MOL, meg a nitrogénművek, cementpiac, nagyobb digitális és elkereskedelmi platformok, és a nagy adatvagyonnal rendelkezők. Ez nem tudom, ez a Kubatov Gábort jelenti. Nem tudom, azért mindannyian hallottunk már olyan történeteket, amikor megjelent egy vállalkozó, hogy hát ő megvásárolná az adott céget, majd miután nem adták el, akkor valahogy ellehetetlenült a cég, és aztán hát már csak olcsóbban, de így is muszájból el kellett adni. Azért valószínűleg nem ettől kell félni ebbe az esetben, erre már ugye megvannak a kiépített módszerek. Inkább arra, hogyha valaha, nem tudom, valahol fölmerülne egy probléma, akkor meglegyen. De közben megmondom, hogy ahogy te is mondod, Ádám, basszus, ennek meg lenne amúgy egy gyakorlati haszna, és egy megbízhatóan működő, kiszámítható országban, mondjuk ahol így a jogrendet mindenki követi, ott valószínűleg nem is lenne semmi probléma ezzel a törvénnyel. A másik, ami ezzel kapcsolatban, ez is még a múlt héten felmerült, itt elvarjuk a szálakat. Vona Gábor egy Facebook posztjából tudhattuk meg, bekerült egy salátatörvény a parlament elé, ami arról rendelkezik, hogy az igazságügyi minisztérium betekinthessen az ügyészség nyomozati anyagaiba. Szóval ami miatt most ez a mostani leghangosabb botrány, a Völner Sadl ügyben történt ügyészségi iratoknak a meghamisítása, meg nem tudom, a belenyúlás, ezt legalizálná most a parlament. Hát eljutott. Sikerült neki? Is. Hát nem tudom, hogy azóta ez átmentem, hogy leszavazta a Fidesz. Gondolom, hogyha ugye beadják a törvényjavaslatot, akkor jellemzően nem szokott mindig átmenni, mert nagy vita van, mint a svéd NATO csatlakozásról. Gondolom, le kell menni Balatonfüredre, és hát ott el kell tölteni egy két napot. Van viszont olyan törvény is állnám, amivel úgy hallottam, hogy nagyon elégedett vagy. Na nézzük! KDNP benyújtotta a törvényjavaslatot, ami tiltaná az energiaitalok eladását 18 éven aluliaknak. És akkor, amikor megkérdezik, hogy a KDNP mit csinál, csak a Fidesz farvizén megy, nem, ők is lehet dolgozni. És amit a KDNP ad be, azért azt gondolom, lehet, hogy ezt meg lesz szavazva, de most lehet, hogy egy kicsit félnek a fiataloktól, hát nem tudom. Hát de ez most, ezt miért ne szavaznák meg? Ez olyan volt, nem, vagy olyan, mint a beltéri dohányzásnak a betiltása. Hogy még a bagósok se igazán mondták azt, külföldre van itt példára? Energiaitalt azért előszeretettel fogyasztják az ilyen iskolások, nem? Hát azt írja, hogy egy felmérés szerint 78%-uk fogyaszt energiaitalt, és minden ötödik 10-14 éves gyerek rendszeresen fogyaszt energiaitalt reggelire. Mondjuk ez jogos, hogy nem este. Nem tudom, én nekem sok káros szokásom van szintem, de azért az, hogy energiaitalt igyak reggel, úgy érezni, hogy szétmarja a fogamat, és valószínűleg kimarja a gyomromat. Még másnaposan az egyetemen a fél literes monstereket, azokat föl tudtam fogni, de... Kobra a Tesco-ba, bassza. És az még nem ilyen izé volt, ilyen koffeines szutyok, hanem abban volt minden. Még a chips törvény előtt volt. Most már örülhet a sín, hogy elmúlt 18, elnyomhatja a csükket a helles dobozba, de ez mindenképp egy jó ötlet. Tehát az iskolába ülsz és energiát... Jaj, de csokkár... De és most biztos van olyan, aki az iskolába ül az energiaital a kezébe, és ott vihog, hogy izét, hogy ő is ezt nyomja. Ne örüljél! Én is szerintem sem gond, hogy ez betiltják, de tudjuk, hogy a tiltások mennyire szoktak működni. Valószínűleg, amikor a cigi hellel állnak az iskolások, akkor abból a cigi, az nem lehet ott a kezükben, ugye a törvények szerint, ez mégis ott van. Lehet átmentek Ausztriába, és akkor ott 16 év fölött már lehet. Ugye még azt se láttunk, hogy 18 éven aluljaknak kiadtak alkoholt. Jó, de ez más. Ez más. Úgy lesz, hogy a rendőrök tomfával fogják kiütni a gyerekek kezéből a műzéket. Igen. Ott lesz egy gyerek, aki sörözik, meg cigizik reggel az iskola előtt, egy másik meg egy energiaitalt iszik, és annak így. És ez már ha az lesz, hogy te miért ülsz, és gyilkosság, és én cigiztem, és energiaitalt ittam 17 évesen. De a cigi az még mindegy lenne, hát, az energiaitalt. Hát egy külön-külön lehet, hogy megbocsájtották volna, de együtt látták, és így. De hiába mondod, hogy de hát ez csak arra kell, hogy legyen hova belehamúzni, már mindegy lesz. Mert már abban a hamutálat se veheted. De várjál, mert mi van, hogyha az van, hogy tényleg valaki vesz egy helyt, hogy abba hamúzhasson, de kiönti.
és utána belehamuzik. Ezzel fognak érvelni, hogy de ők csak kiöntötték, és csak hamutának használják, és utána beviszik őket ilyen vizsgálatra, hogy kimutassák a szervezetükből az energiaitalt. Nem tudom, szegények. Nem tudom, mi lesz ezekkel a fiatalokkal. Mindent elvesznek tőlük. Már cigizni se lehet, vagyis ez már sose lehetett, szerintem ugye 18 év volt. Most már energiaitalt is elveszik. Rendes oktatást, azt már elvették egy ideje. Mi marad ezeknek az embereknek, hogy heti 5-esi óra. Hogy hangosan hallgassák, hogy jól van ez így a telefonunkon, úgyhogy reklámokkal és állandóan tovább kell nyomniuk. Ez maradt a fiataloknak. Ez meg a csattanómassza. Ja. Mostantól el kell menni a WC-be energiaitalt inni. És így már jön a tanári kopogtat, és hallom a ciccentést, hallottam, ne, ez csak Fanta, ez csak Fanta. Én sehol nem láttam ilyet, ilyen borzalmas, undorító szokást, csak az iskolában, iskolásként, hogy van egy cigi, félig elszívva és felrakva a WC-t elválasztó fal tetejére, és amikor kimegy a szünetre a gyerek, akkor újra rágyújt arról az eldekkelt, undorító cigiből, bazd meg. Mert nincs annyi időd, hogy kényelmes elszív egy cigit, vagy akkor az egész szüneted arra ment el, hogy cigiztél, de ennyit nem ér neki a cigi, hogy elszívja az egész, hogy az egész szünete ezzel teljen el, de a felét elszívja, és akkor így lesznek ilyen hellek, ott fognak állni. És emlékezni kell, hogy melyik a tiéd. Majd megveszik nekik a szüleik a kobrát, és vesznek egy almalevet, és akkor kiöntik, és beleöntik, és akkor ilyen almaleves ízébe viszik be. És így kiöntögetik egymásnak, mert az sárga. Mondjuk az almalé az nem szokott habzani, meg ilyenek. Meg nem. Nincs halálszaga, tutti-frutti és halálkeverék. Kreatívnak kell lenni. A börtönökben is megoldják ezeket, akkor nagy más sulikban ne oldják, mert kb. Ugyanolyanok a körülmények is, szóval... Rácsosak az ablakok. Végre egy kis kreativitás kell majd a diákoknak. Aztán nem biztos, hogy megszavazzák ezt, mert azt meglátjuk, hogy ki hogy lobbizik. Ugye a... Meglepődnék, ha nem szavaznák meg. Én nem lepődnék meg, tudod miért? Mert a Hell, mint magyar cég, az eléggé szerintem be van kötve az államhoz. De valószínűleg a Hell is tudja, hogy ugyanúgy meg fogják inni azok a gyerekek, csak a szüleik veszik meg neki. A kávé is be van tiltva? Kávét lehet venni 18 év alatt? Lehet. Akkor arra fognak rá. Kivéve ugye nálunk a menzán nem lehetett venni. Valószínűleg jobban járnak a kávéval, egészségesebb, mint az energiaittal, és abban még cukros sem muszáj raknatok. Csak az eladást tiltaná ez a törvényjavaslat. Szóval mégse ütné ki tomfával a rendőr a kezéből a gyerek. Mivel fognak élni a sulis büfék? Meleg szendvicsből, ami a hotdogból, az ekkora izét, ekkora bagettet, fölvágják három felé, és a virslit négy felé. Igen, és azt hiszed, hogy viccelünk. Mi láttuk, ahogy ez megtörténik. Ahogy először még félbe volt vágva az a bagett, és mindegyikben volt egy-egy virsli. Láttuk, hogy milyen, amikor nincs verseny, nincs piaci verseny. Szélyes viszonylatban ugyanaz volt. Láttuk a mutyit, megtanultuk, hogy ugyanaz csinált a büfét mindig. Nem volt más büfé a suliban, jól be volt kötve nyilván az iskolában, mert már ott volt 1000 éve. Régebb volt ott volt, mint egy csomó tanár. Azt csinált, amit akart, úgyhogy egy időben az volt, hogy tényleg, hogy a hotdogban egy negyed virsli volt. Szóval egy virslit azt négy felé el lehetett vágni, és négy hotdognyit kitett. Az mondom, hogy a virsli... Rájött, bazd meg. Hát, biztos nagyon örült magának, csak azért zászlóra lehetne rakni a pofátlanságnak, mert azért nem a az... negyed virsli sok. Nem azt mondom, hogy a virsli az alapból egy kurva igénytelen dolog. Ez nem is egy olyan drága dolog, főleg akkor nem volt még az, de hogy egy hotdogban ne legyen egy egész virsli legalább, az annyira szomorú. És ez nem... a definíciója a hotdognak, nem? Hogy egy virsli bele van nyomva, hát egy igen. Hosszúkás péksüteménybe. Esztergom az amúgy ott meg lehetett tanulni, hogy működik a világánál. Ugye volt, amikor le lett váltva régen drogot áruló fideszes polgármester, és jött a független polgármester, és az összes cég benyújtotta a számlát, és ugye lekapcsolták a közvilágítást, nem volt tömegközlekedés. Csak ne felejtsétek el, hogy majd ez fog történni, hogyha egyszer a Fideszre váltják. Aki erre készül, az majd kösse fel a gatyáját, mert hirtelen kiderül, hogy azok a kínai hitelek, azokat mégis nagyon fontos lenne hirtelen visszafizetni, és majd csődbe megy szépen az ország. De majd lekapcsolt lámpánál is lehet élni amúgy. Ezt Esztergomba láttuk. Sátorralja új helyen vagyunk, ugyanis ide álmodták meg a világ leghosszabb gyalogos kötélhídját. A Nemzeti Összetartozás hídja 700 méter hosszú és 4 milliárd forint közpénzből épül. A beruházásra eredetileg 2,8 milliárd forintot szántak, de ennyiért nem találtak kivitelezőt. Az építkezés árát nem csak az adófizetők, hanem a természet is megfizette, ugyanis a hegyoldalon letarolták a fákat. Eljöttünk a saját szemünkkel megtekinteni, hogyan is néz ki egy olyan projekt,
aminek a kormány szerint a természetre semmilyen negatív hatása sincs. Nem kell végignéznünk a 8 percet most itt a műsorban. Tudom ajánlani a videót, mert nagyon szépen összefoglalja az egészet. Hogyha megnézitek, itt lehet látni az egyik meg a másik végét a hídnak, azért tényleg eléggé ki lett takarítva alatta. Tehát ez egy komplex turisztikai hálózatnak a része, Sátoralja Újhelyen, és ott ez az egész komplex szum, ez három hegyet köt össze, és az utolsó összeköttetés, ez a gyaloghíd, ezen elvileg körbe lehet menni, vannak mindenféle, nem tudom, boppája. Annyira nem magas ez. És egy magas, de hogy így eszembe jut a Balatonon, milyen híd van ott, ahol átmész autópályán. Völgyhíd, az elég menő amúgy. Hát ez egy magas ez, meg tényleg a világ leghosszabb hídjának épült. Leghosszabb hídjának? Leghosszabb ilyen függő hídjának, ilyen gyalogos függő hídjának. Én nem örülnék, ha ott laknék, ez fölöttem egy ilyen híd lebegne. Hát az se örült neki, akinek az építkezés közben ráesett a házára. Beszéltünk néhány érintettel, akik kamerán kívül elmondták, hogy semmilyen tájékoztatást nem kaptak a beruházásról. Értetlenül állnak azelőtt, hogy nincs olyan jogszabály, ami megakadályozhatta volna, hogy a házuk felett felhúzzanak egy hidat. Azt többen is megerősítették, hogy az építkezés elején leesett egy kábel az utcára, később pedig egy deszka a hídtól egy 150 méterre lévő házra zuhant, amiben komoly kárt okozott. Ezt szerették volna elkerülni, megelőzni azzal az itt lakók, hogy az önkormányzatot megkeresték, tájékoztassák őket, mondjanak már valamit, mégis mi az elképzelésük, és nem szerették volna, hogy ez az üveghíd ilyen szinten megépüljön. De hogy miért ide kell? Miért egy falu fölé kell rakni? Miért nem a természetbe vagy valami? Ez gyakorlatilag még ott megy el, ahol még a falu is tart. Szerintem ízik ebbe a cuccba, hogyha amennyire én ezt meg tudtam nézni. Most nyilván nem mentem el Sátoralja Újhelyre, meg nem próbáltam ki ezt a három hegyet összekötő egész útvonalat, de akár lehetne itt is, az tényleg amúgy fura, hogy akik ott laknak, azok ezt nem akarták, hogy a fejük fölött legyen, és akkor hát... Én se akarnám. Hát ott van mégis. Egyszer csak fölkelek, és ott egy híd felettem. És valaki így az üveghídon így nézve. Ja. De közben meg Ádám, hát nem lehet a fejlődésnek így gátat szabni, azért mert te ott akarsz hemperegni. Azért, mert mindig muszáj nekünk a legnagyobbat. Világrekordernek szánt 4 milliárdos kötét, és akkor azt elmondhatjuk magunkról, hogy akkor most ez a legnagyobb, és akkor ez valakinek jó. Na mindjárt meglátjuk. A polgármester a pénzügyeket firtató kérdéseinkre ugyanis nem küldött választ. Szamosvölgyi Péter többször kilátogatott a helyszínre, ahol elmondta, hogy nagyon büszke a hídra. A hídra költött 4 milliárdon felül a kalandpark további 3 milliárd forintba került. Abból épült az új libegő is, ami miatt több mint 1 kilométer hosszan... 4 milliárd a híd és 3 milliárd a kalandpark. Többbe kerül a híd. És ott is ki lett, hogy nyilván vágva az erdő, mert hogy... Miért? Hát a libegőnél. Hát mert a libegőnél. Hát oda kell rakni az oszlopokat, hát ott ki kell vágni. Ja, az jogos. Ja. Amúgy az elején elmondják, hogy Natura 2000-es területen vannak, de... Nem érted, hogy ez a bajszos csávó büszke rá? Nyilván nem a saját pénzéből csinált a saját területén, de hát bazeg Péter büszke rá. Most miért kell elvenni a büszkeségét? Hát tök örül, hogy adófizetők pénzéből megépíthetett egy hidat az adófizetők fölött, és akkor te ide jössz, ezt belerondítasz a büszkeségébe? Ráadásul az elején valami olyasmiről volt szó, hogy 800 millióból fog épülni, és 400 milliót kell adnia bele a városnak, és aztán nem tudom, hogy ebből hogy jött össze a 4 milliárd, mert Sátoralja Újhelynek. Úgyhogy 0 forintot nem adott bele. Voltam úgy 2 milliárd forintja erre. Neki van, és amikor elmegy, és találkozik a másik polgármestere a szomszéd faluba, akkor mondhatja, hogy na mi van, bazd meg, nekünk ilyen hidunk van, a köcsök szájú. És akkor azt mondja, igen, látom, na igen, igen. És akkor büszke lehet, és azt mondhatja, hogy itt ez kurva jó az a híd. Fenntartani már nincs kedvem, mert az is sok pénz lenne. Arra már nem fog pénzt tartani. Le fog rohadni majd egy 10 éven belül. Ott lesz ilyen rozsdásan benőtt a gaz. Az lesz, hogy hú, erre kéne a Szamosvölgyi Péternek költenie. Hát, ha már felépítettük 4 milliárd, de most fent kéne tartani, és lehet, hogy 10 millió forintot kéne költeni, hogy zárjátok le. Ez lesz. Oda raknak egy táblát, hogy nem szabad rámenni. Igen, és aztán majd egyszer csak rászakad egy házra ott, és akkor már le se kell szerelni. Ez lesz a legegyszerűbb. Valamit kihagytam? Állám, ez nagyon aljas ezt mondani erről. Egyáltalán tudjuk, hogy ez lesz-e. Amúgy a fenntartási költségeit kitermeli ez az egész. Mi még ingyenes se lesz?
kifizettem, azt még rá sem mehetek egy rohadt hídre ingyen. Miért, Ádám, bazd meg, az állatkertbe ingyen akarsz menni? Azért, mert közpénzből van fenntartva? Akkor hát mindenki ingyen menjen? A BKV legyen ingyen? Igen, amúgy. Miközben a magyar világrekorder híd épült, a csehek felhúzták a világ leghosszabb gyalogos függőhídját. A rohadt, minden, a rohadt anyjukat már. Nézd, az alatt nem kellett kivágni a fákat. Na, ez az. Viszont a felfüggesztett rész a sátoraljaújhelyi polgármester egyik nyilatkozata szerint pár méterrel rövidebb, mint az épülő magyar híd. Az én faszom nagyobb! Az, megnéztem a rajzokat, és pár méterre rövidebb az a csehíd, úgyhogy kapják be a csehek a pélómat. Hát nehogy már itt megalázzanak minket. Akkor kérek még pár milliárdot az Orbántól, nehogy itt a csehek itt beszopassanak minket. Hát ez igaz, ők se nem a 696-tal reklámozzák a csehek, hanem a 721-el a saját hídjukat. De mindenki tudja, most már mindenki tudja, hogy hazudnak ezek a rohadt csehek. Ki tudja, az orosz kémekről is hazudtak-e. De itt erről a hídról hazudna, a magyar hosszabb. Az általunk talált adatok szerint 696 méter. A 4 méteres dicsőség nekünk extra 1 milliárd forintba fájt. A csehek hídja mostani árfolyamon átszámolva ugyanis csak 3 milliárd forintba került. Az elmúlt években több hasonló híd is épült Európa szerte. Nem annyira tetszik ez nekem. Miért nem tetszik, Ádám? Amúgy nem gondolom, hogy annyira van egy egészséges tériszonyom, mint bárkinek, szóval nem annyira, de hogy így azért azért megszédülnék. Van egy ilyen nagy híd, hol is van? Sátoraljaújhelyen, csak még nincs kész. Mátrában is egy ilyen komplexum, ami van ilyen bobpálya, és ott ilyen híd van. Nem lehet leesni, mert ott is így megvan se, de ott is azért, na szóval mindegy, azért, na. A portugálok 516 méteres hídja 900 millió, a svájciak 494 méteres hídja pedig 300 millió. Na szóval, itt úgy látom... Elnézést kérek, de itt egyel jobban tudnám értékelni ezt a hidat, mert mintha valami kilátást így észlelnék. De sátoralja ugye ilyen is biztos szép. Biztos jó, hogy benézni a Lajosnak a izéjébe, a kertjébe. Azzal fognak szorokozni emberek, hogy ki tud a kéményébe bedobni valamit. Egy csikket így pecsolgeti. De hogy ez azt gondolom, hogy itt egyel indokoltabbnak érzem ezt a hidat. Lehet, hogy itt nem arra mentek rá, hogy a miénk legyen a leghosszabb, hanem ide rakjuk már, szerintem itt van egy látvány, amit lehet, hogy érdemes lenne kiemelni. Meg hát valószínűleg a svájciak kicsit jobban el vannak látva. Svájcban volna a hidat, ilyen kilátáson lehet. Közérdekű adatigényléssel sikerült megtudni az önkormányzattól, hogy tavaly 240 ezer fő látogatott el a kalandparkba. Ez a kalandpark, de 2 millió emberről vizionált a bogármester. 200? Ez nagyon sok ember. Ez rendben. Hogyha egyszerre mennek, akkor igen. A kivitelezés határideje 2024 április vége, ami azonban nem azonos a látogatók számára történő átadás. Ennek pontos dátumát még nem tudják. Igazából a többi videót azt azért raktam, hogy megnézzük a hidakat, de valójában ebből is azért meg lehet. Azért tekinteni. Szeretnék még belenézni, hogy jó, itt már látjuk ezt itt. Benezár, ilyen, mert, igen, ezt azért nézzük meg jó, hogy néz ki. Ezt tetszik fel. Mi a kilátás erről a hídról. Ez a cseheknek a álomgyilkos híd. Na, figyelj. Itt nem a Pista bá fölött vezet el, az is igaz. Csak itt is az az érdekes, hogy mennyire ez még építés közben van, és mennyire van széttúrva ugye körülötte az erdő, és én értem, hogy ez német, akkor itt a németek egy kicsit máshogy állnak a dolgokhoz, de hát nincsen teljesen szana széttúrva körülötte a környezete. Az, hogy milyen a kilátás, az egy szerintem egy másik kérdés, mert ez jó, ez sátoralja új helyen, gyakorlatilag a város egy része fölött van áthúzva. Ez is, azt is lehet mondani, hogy egyedi. Ez a portugál híd, itt sincs széttúrva a környezete. Ez nagyon néz ki. És ez egy ilyen meredély fölött van. Van még a rohadt svájci, aki... A rohadt svájci híd. Azt hiszik, hogy elálljunk majd a szar hídjuktól. És itt is, az erdőből vezet az erdőbe. Ami... Nem kell széttúrni körülött és kivágni, igen, minden fát. De tehát most nem tudom, lehet, hogy majd a sátoraljaújhelyi híd is majd idővel be lesz ott erdősítve, de hát most annyira kurva rondán néz ki, és biztosan, hogyha a többi hídnál nem kell itt széttúrni, akkor itt biztosan szét kell egy túr. Lehet, hogy van elég zavaró, és méghozzá ezek sokkal kisebb fák is, mint ott a többinél volt. Jó, az a biztos, hogy lehet, hogy oda még más lesz építve. A utak, komplexumok, meg Mészárosnak egy szállodája, ki tudja. Na mindegy. Ezt ennek örülhetünk, hogy legalább akkor miénk lesz a legnagyobb híd, és azért nem olyan elképesztően túlárazva, mint amennyire lehetett volna túlárazva, biztosan sokkal többet is rá lehetett volna költeni, csak 1 milliárddal került többe, mint a cseh híd. De hát ezt megszokhattuk, hogy nálunk minden kicsit drágább az autópálya, a híd. Viszont ha már ugye itt az átlátszós riportert láthattuk, akkor...
Itt egy remek hír. 8 milliárdból épül virtuális valósággal támadó domkoronasétány és okos erdő Zalában. Ezt össze kell raknom ezt a fejem. Pont a virtuális valóságnak az a lényeg, hogy neked 8 milliárdot költeni? Vagy a 8 milliárdból megépítik digitálisan azt, ami... Ja, azt mondják, hogy figyelj, 8 milliárd lenne ezt felépíteni, de mi lenne, hogyha megkapnánk azt a 8 milliárdot, és csak virtuális valóságban építenénk meg, akkor csak 10 millió forint lesz. De ez nem azt jelenti, hogy... 8 milliárdot elrakhatunk. De ez és nem azt jelenti, van, megépült. Ez nem azt jelenti, Ádám, hogy... Digitálisan a... épült meg. Nem azt jelenti, hogy a Sims 2 map editorba megcsinálja valaki. Nem azt jelenti, hogy a Second Life-ba vesznek maguknak egy parcellát. Ez azt jelenti, hogy lesz benne virtuális valóság is. Unreal Engine 2. Igen. Nem, hanem az meg ilyen vetítőterem, vagy nem tudom. Ezt szerintem csak ilyen hívó szó. Smart Forest, interaktív kaland és mesepark. Nagyon ritkán láttam ezt, hogy ez a virtuális valóságban nagyon sok, főleg most már, hogy tényleg ott van mondjuk a Quest 3, ami nem kell számítógépre kötni, és nagyon sok lehetőség lenne szerintem érdekes dolgokat kihozni ebből, vagy ott van a, tudom, mindenki utálja az Apple Vision, de hogy az... Nincsenek érzéseim. Minden, de az, ott vannak OR eszközök, amik tudod, keverik a valóságot, meg beleraknak dolgokat. Szerintem a technológiában nagyon érdekes dolgokat lehetné kihozni bizonyos helyekből, hogy akár történelmi dolgokat, és nem is akarok tippet adni, hogy lehetne... Meg egy kilátóról felveszed az AR szemüveget, és akkor mutatja, hogy mihol van. Hát megmutatja a csatát, ami ott volt, vagy tudom is én, mindenféle. Na, és azok már meg is vannak ugye animálva sok esetben, mint a pozsonyi csata. Hát igen, lehet, hogy annál egyre jobban is lehetne. Vagy... De még az is jó lenne. Az arra tökéletes. Vagy fölépítenek egy ilyen nagyobb helyet, ahol élőben végignézhetsz egy csatát, úgyhogy közben így mehetsz, és akkor valamelyik része meg van építve ott fizikálisan, hogy azért legyenek támpontok, amit mondjam, de közben a csata nagy része megy körülötted. Varsóban 2014-ben láttam ilyen 4D-s mozit. Igen. Aha, a Varsói Felkelés Múzeumban volt egy ilyen cucc, és akkor mint hogyha így, nem tudom, egy drónnal így végigmennél az összeomlott városon, és akkor nem tudom, így fújt rá. Ja, úgy, mint a Trónok harcában, tudod, a Battle of Bastards, ne, hogy így hogy benne vagy csatában is. Kapkodnád a fejed össze-vissza. Ja, az is érdekes. Na, biztos lehetne dolgokat, csak... Az lehet, hogy első. Lehet, hogy még nem tartott a technológia, csak attól félök, hogy ezek a nagy EU-s beruházásoknál ez egy ilyen hívó szó, hogy virtuális valóság, és aztán a megvalósítás az általában olyan, mint ez a Willy Wonka experience. Oh, look, it's a chocolate river. It's a Wonka's chocolate, so delicious. Letöltenek valami appot, és akkor így, nagyon. Az jutott eszembe ezekről a beruházásokról, hogy itt akkor van egyszer... Mindenre van pénz. 8 milliárd forint, egyszer 4 milliárd forint, és én nem azt mondom, hogy ezek végtelenül csak elpazarolt pénzek, mert szerintem biztos tök jól meg lehet csinálni ennyi pénzből. Tételezzük fel, hogy jól megcsinálják. Jó. A kérdés az, hogy vajon ezeknek a régióknak tényleg erre van-e a legnagyobb szükségük? És amúgy én azt mondom, a turizmus az teljesen biztos, hogy hoz valamennyi munkahelyet. De biztosan csak a turizmusra kell itt a hangsúlyt fektetni, meg ezekre kell ilyen mértékű beruházásokat ráfordítani, miközben ugye az infrastruktúra hogyan jutsz el Salgótarjánba? A legfosabb, leghányadékabb szét összeszart, összefosott, hányt, fingott, húgyozott bizmutokkal. Szar bizmot! Sőt, mindegy, hagyjuk is, majd ezzel ez kapcsolatban hosszú téma, sok kell, majd hogy... foglalkozunk, de nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy ezek a legjobb beruházások, és hogyha csak erre ad az EU pénzt, akkor az szar, de igen. Hiányolom a másmilyen beruházásokat, hogy a... infrastruktúrát. Csoki, ez arra nem adnak pénzt, virtuális valóságra adnak, de hogy az, hogy a elmaradott régiókat hogyan lehetne felzárkóztatni, az egy érdekes vita. Hogy sokáig vezet. Vitatkoztunk 2010-ben róla, hogy emlékszem, hogy volt egy barátunk, aki mennyit mesélt róla, hogy milyen jó tervei vannak a Fidesznek, és elolvastuk azokat a terveket, és teg jók voltak. Jó, és itt vagyunk, most nem jött össze. 14 évvel később. Na. Hát nem lehet 14 év alatt megváltani a világot, de hogy hát érdekel. Róma se 14 év alatt. Az a baj, ezek annyira lassúak, ezek a beruházások, és hogyha ilyen modern dolgokat akarnak berakni, mindig az a félelmem, hogy nincs egy hozzáértő ott, aki tényleg azt mondja, hogy figyelj, most 2021-ben elkezdjük ezt, virtuális valóságot akarunk, nyilván mire ezt megnyitjuk, már tök máshol fog tartani a technológia, úgyhogy úgy kell terveznünk, hogy igen, hogy úgy megcsinálj az alapokat, hogy
hozzá tudjuk igazítani a technológiát. Itt inkább az az érzésem, hogy most menő a virtuális valóság, vagy veszünk pár szemüveget, amin mire megjelenik, ez már frissítésre kap, olyan régi lesz, és ezt oda rakjuk egy székre, ezt föl lehet venni. Miközben tök jól átgondolt dolgok is lehetnének, csak ahhoz hozzáértőknek kéne ott lenni, akiknek tényleg van egy koncepciójuk, ahelyett, hogy csak így, ezek a hívószavak, akkor erre kapjuk a milliárdokat, aztán mindenki kussol. Tegyük hozzá, hogy tehát ettől féltjük ezeket a projekteket, hogyha jól fognak megvalósulni. Igen, hogyha ezek nem így valósulnak meg, hanem okosan valósítják meg őket, akkor az nagyon jó lesz, és akkor majd arról is beszámolunk, és fogunk tapsolni. Jó, hát azért lehet, hogy tök jó virtuális park lesz. Én szívesen elmegyek egy dino parkba, ahol felveszed, és akkor így mennek a dinók, és akkor az is érdekes lehet. És mivel mennél el oda szívesen? Úttal, utakon? Ilyen földúton kell vagy elmenni. Amit lerobban is elmondhatja. Amúgy lesz, hogy a 8 millió megépítés így nem nyitja ki, nem jött senki, és akkor ennyi az egész. És véletlenül úgy lett... Úgy kell tartani, és utána egy dinóparkban él. Úgy van kialakítva a kilátó, hogy amúgy egy ilyen nézze, egy 8 szobás családi ház. Egy párizgi dologra még nem került sor, de holnap... Hát ez most a 4 napos hét, ez nem segít. Holnap ismét itt leszünk, és folytatjuk a jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb hírekkel. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. We'll be right back.